piaci, más piaci szereplőknek az ajánlataival. Úgyhogy mindenkit megkímélnek attól, hogy, hogy ezt olvasod, de természetesen ezek az információk elérhetők lesznek. A lényeg az, hogy attól függően, hogy az ügyfél milyen hűséget vállal, illetve milyen kapacitású internet szolgáltatást vesz igénybe, annak megfelelően az árak változnak. De a lényeg az, hogy ez a piacon, én azt gondolom, hogy kéne egy eladható, tehát egy olyan, olyan ára, ami nyugodtan összehasonlítható a többi versenytársnak az árával. Fő szempontunk, a főmondás továbbra is nincs felesleges dolog. Tehát nem adunk olyan dolgokat, ami esetleg szükségtelen az ügyfélnek. Nem akarjuk azt kifizetni, amit ő sem vesz igénybe. És tényleg kombinálhatók ezek a szolgáltatásnak a csomagjaink, és ahogy amilyen módon össze szeretné ő maga csomagolni, ezt megteheti. A mobil portfólió nagyon fontos, ott általában Magyarországon, ami kicsit már eltér a nyugat-európai trendektől, ott a nyugat-európában általában az a trend, hogy mindenki vegye magának egy mobil szolgáltatást, és akkor olyan telefont hozza, ami leginkább a testhez állónak gondol. Magyarországon még benne vagyunk abban, hogy itt a mobiltelefon önmagában, tehát maga a vas, a készülék, és egy nagyon fontos szempont annál a döntésnél, amikor valaki mobil szolgáltatót választ, hogy akkor milyen telefon tud hozzá választani. Én azt gondolom, hogy a netfon kínálatában egy olyan új szín, egy olyan új portfólió jelent meg, ami mindenképp érdekes lesz a mi ügyfeleinknek is. És természetesen a mobiltelefon szolgáltatást, mobil internet szolgáltatással kombinálva tudjuk kínálni az ügyfeleknek. Jó, itt is családbarát mobil csomagok. Ja, igen, nagyon fontos az a vonulat, az a mondjuk úgy fő irányvonal, hogy igyekszünk, egy tévé az valahogy egy ilyen családi dolog. Hát amikor valaki tévét néz, akkor nem önmagára gondol, vagy nem csak arra gondol, hogy én mit nézek, hanem akkor az egész családnak a szórakoztatását, az egész családnak ez egy kommunikációs csatornáját értjük ez alatt. Ez azt jelenti, hogy azt mondtam, hogy mindenki a csatornát néz, vagy 26 valamennyit, de az a szerencsé, hogy mindenki másik ötöt. De ahogy a tévénél is azt gondoljuk, hogy egy családnak ami elégséges, ugyanúgy gondoljuk, hogy itt is a mobilban is családi, az internetben is családi megoldással gondolkozunk, tehát ami egy családnak szükségeltetik, és ezért vannak például négy színkártyás ajánlatunk is, ami egymás között természetesen ingyen beszélhetnek, és a havi előfizetési díj pedig lebeszélhető, tehát itt is az, hogy a család mit tud optimálisan kihasználni. Vannak természetesen olyan termékek is a portfólióban, amik ez a beszélj annyit, amennyit akarsz típusú, tehát az olyukenyi típusú szolgáltatások. Ezek attól függően, hogy milyen internet adatforgalmat szeretne valaki igénybe venni, annak megfüggvényében változik az ára, de itt vannak tényleg nagyon bizonyos csomagok már, de ez is rendelkezésre áll, ha valaki ezt szeretné, akkor a lehetősége van. És itt majd a készülékekről, ha kérdezik a netfonos kollégákat, biztos szívesen beszámolnak arra, hogy milyen jellegű készülékeket árulnak. Én láttam őket, megkapogattam őket, azt gondolom, hogy teljesen helyük van a kínálatban, illetve egy olyan minőséget és egy olyan tudást képviselnek, amihez jó szívvel adjuk a nevünket. Jó? Ami még nagyon fontos, maga a mobil internet, tehát ha valaki mobil internet előfizetést szeretne, akkor abban is tudunk segíteni, hogy ahhoz valami eszköz, tehát maga az az eszköz, amin használja, tehát mondjuk egy tablet, vagy pedig ilyen lakáson belüli wifi router, amiben meg tudja osztani ezt a szolgáltatást. És ha már vannak szolgáltatások, amivel is beszéltünk, ezt mindenképp szeretnénk az ügyfelek tudomására hozni, és lehetőséget biztosítani az ügyfeleknek arra, hogy ezekkel a szolgáltatásokkal, eszközökkel, készülékekkel találkozzanak, ami azt jelenti, hogy az ügyfélszolgálati hálózatunkat azt mindenképp szeretném bővíteni, tehát idén még megnyitunk két új ügyfélszolgálati pontot, Debrecen, Szombathely, Pécs, Kecskemét, Nyíregyháza, Győr és Békés Csaba szerepel a terveinkben még az év végéig. Nem titkoljuk, az ügyfél megtartásban mindenképp szerepet szánunk ennek az új szolgáltatásra vannak,
és az értékesítési csatornákat pedig úgy gondoljuk, hogy ezekkel már tudjuk fejleszteni, tehát most már az, hogyha valaki több szolgáltatást értékesít, akkor mind jutalék, mind pedig más szempontból azért ez egy érdekes ajánlat lehet azoknak a partnereknek, akik aztán ezt viszont értékesítik és a végfelhasználóknak eladják. Jó. Azt hittem van még egy slide, de már nincs. Jó.